Tehát Ángyán József volt agrárállamtitkár a vendégünk. Jó estét kívánok! Nem fogom a nézőket sem meglepni, hogy miről beszélünk ma este, hiszen jó régóta téma most már az állami földprivatizáció, az állami földeknek pedig ön már a bérleteit is alapvetően nagyon alaposan átvilágította annak idején. Ha jól tudom, most átnézte a kiírásokat a privatizációval kapcsolatban, és mit tapasztal? Ugye ez feldolgozhatatlan mennyiségű anyag, nem tudom mennyit nézett át. Igen, öt megyére és Budapestre írták ki ezeket az árverési hirdetményeket. Ez körülbelül 500 darab hirdetmény abban a megyében, amit én mintaképpen kiválasztottam ezek közül. Nem lehet az összeset végignézni, hiszen itt közel 2000 kiírási pályázat szerepel a honlapokon. Tehát én Győr-Moson, Sopron megyét vettem ebből ki. Annyit talán érdemes előtte elmondani, hogy a kedves nézők is tudják, mennyi is az a föld, amiről beszélünk. Az állami tulajdonban lévő nemzeti vagyonunk, nemzeti földvagyonunk 500 ezer hektár mezőgazdasági területet jelent, körülbelül 1 millió 200 ezer hektár erdőterületet jelent, és körülbelül 450 ezer hektár az a terület, ami természetvédelmi oltalom alatt áll. Azért érdemes ezt tudni, mert valószínűleg ezek is előbb-utóbb terítékre kerülnek, ahogy én az előjeleket látom, de talán ez érdemes lesz majd még szóba hoznunk. Igen, mindenképpen, de csak nem azt érti előjel alatt, amikor Lázár János elkezdett arról beszélni, hogy szétlopják az erdészeteket, ugye ez egy kehi jelentés nyomán, illetve hogy az állami gazdaságokat, mint olyanokat vezetik ilyen módon. Ha a szocialista kormányzás van, a szocialisták, ha a fideszes kormányzás, akkor a fideszesek, ugye ez nagy megütközést is keltett, erre gondol? Igen, de valószínűleg Lázár János ezt nem magától mondta. Tehát van egyfajta koncepció, legalábbis én így gondolom, amelyet előkészít kommunikációs szempontból a miniszter úr. Ehhez tartozik, ehhez az előkészítő fázishoz tartozik érzésem szerint az is, hogy kehi vizsgálat indult éppen az állami erdészetekben. Amit azt hiszem, hogy ő rendelt meg. Így van. Sőt, hát ugye még gyanúsabbá teszi a történetet, hogy a miniszterelnök úr hétfőn a parlamentben egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy ő kevesli ezt a 20%-nyi területet, mert hogy most 380 ezer hektár földet akar eladni az állam, dobra verni a közös tulajdonunkból, és ez a 20%-a annak az összterületnek, ami az állam kezében van. Tehát én arra gyanakszom, hogy kommunikációs szempontból elő kell készíteni ezeknek az állami cégeknek a privatizációját, és ez nagyon hasonló lehet ahhoz, mint ahogy 2001-ben az úgynevezett Piszkos 12 állami gazdaságot privatizálta az akkori kormány. Ott is nagyon gyorsan történtek ezek a lépések, és ott is hasonló indokok szerepeltek. Csak hogy állami gazdaság, olyan típusú mezőgazdasági ma már nem is nagyon van, mint amiket akkor privatizáltak, most már erdészetek vannak. Különösen nincs a mezőgazdasági területeken. Az erdőterületeken megvannak még ezek az állami ZRT-k, de a mezőgazdasági területeken nem létezik már. Amit most bérbe akarnak, vagy amit most el akarnak adni, azok bérben vannak nagy magáncégeknél, tők és társaságoknál. Lázár János, mintha össze is keverte volna ezt a kettőt. Nem tudom, hogy itt egy kommunikációs trükkről van szó, vagy pedig valami olyasmiről, amit ön mond, hogy itt már az erdészetek dobraverését is előkészítik. Mert hogy azzal kapcsolatban hozta fel ezt az érvet a szétlopott állami gazdaságokról, hogy miért kell eladni az állami földeket, amelyeket most bérelnek, ugye magángazdaságok. Igen, ez semmiféle összefüggésben nincs a miniszter úrnak ez a mondata a mostani földeladásokkal, vagyis nem hozható összefüggésbe, hiszen nincsenek olyan állami cégek, amelyek szétlophatnák, vagy a menedzsmentje, ahogy mondta, szétlophatná ezt a céget. Ezek a földek, ezek bérben vannak, méghozzá magáncégeknél vannak bérbe adva, nem az állam használja, tehát nem állami cégek használják ezeket a földeket, ma is használják, és ráadásul épp a saját klientúra 2001-es Piszkos 12 menetben eladott cégei esetében 50 évre bérbe adták ezeket a területeket. Tehát nincs, hogy nem használnák ezt, és nem az állam használja, hanem mezőgazdasági cégek használják. Ráadásul nagyon kedvezményes áron adták ezt annak idején. Ha jól tudom, akkor a piaci ár harmadáért körülbelül most. Most legalábbis kiderül végre,
a hirdetményekből, hogy mennyi is az a bérleti díj, amit fizetnek ezek a cégek. 580 forintot fizetnek, én megnéztem ezt, mert a tényekre szeretek hivatkozni. 580 forint aranykoronánként a bérleti díj. Segítsen nekünk, hogy ez mihez viszonyítva mennyi? A ma bérbe adott állami földek 1250 forintért kerülnek bérletre, tehát annyit fizet a bérletér a földet bérlő, tehát a fele sincs annak, mint ami a tényleges ma az állam által elkért bérleti díj, de ez az állami bérleti díj is töredéke annak, mint ami a piaci bérleti díj. 40-50 ezer forint körül van egy hektárnak a bérleti díja, most ha kiszámolja mondjuk egy 20 aranykoronás föld esetében az 580 forintot aranykoronánként, az alig 12 ezer forint. Tehát töredékéért kapták meg 50 évre ráadásul ezek a baráti cégek, mondjuk így. Most beszéljünk magyarul, például a Mezot csoport földjeire gondolhat, Simics Kalajos érdekeltségébe tartoznak, és ezekről írta meg most már sokszor a sajtó, hogy elsőként kerülnek árverésre egyébként, vagy az elsők között. Így van, ez pontosan így van, megnézve a hirdetményeket, november 16-án indulnak az árverések, és az elsők között ott van, hanem a legelső, az első hirdetményben mindjárt megtaláljuk a Mezor csoporthoz tartozó cégeket. Három ilyen agrár cég szerepel ezen a listán. A Lajtahanság, volt állami gazdaság, aztán most ZRT, azután a Sárvári mezőgazdasági ZRT és a Szombathelyi Tangazdaság ZRT. Ez az érdekeltség Nyugat-Dunántúlra koncentrált, és úgy látszik, hogy az összes földjét most a kormány elárverezi. És mit talált, amikor elkezdte átnézni a részleteket? Nagyon érdekes. Azért is érdekes, és azért kell a tényekből kiindulni, mert Vitai államtitkár úr, aki a földekért felelős, a földügyért felelős ma a Vidékfejlesztési Minisztériumban, folyamatosan azt mondja, hogy hát kérem szépen, itt van 51 ezer földrészlet ezen a 380 ezer hektáron, ebből 42 ezer kérem az ilyen apró darabok. De ugyanakkor nem teszi hozzá, hogy van 9000 hektár, ami pedig nagyon szép nagy földek. Most ezek úgy keletkeztek, hogy tudjuk, hogy miért vannak kicsik és nagyok is ezek között. Az 42 000 kicsi az a földértéleti járadékot programban szétszórt kis dirib darab földek, amit az állam annak idején életjáradék fejében megvásárolta a kis tulajdonosoktól, idős emberektől, és azért ma fizetjük az életjáradékot. Ezek általában szétszórtan vannak, és kinn olyan részén a határnak, ahol alig lehet hozzáférni, tehát igazából gazdasági szempontból nem jelentősek. De van, és pontosan ez a 12 állami gazdaság példa erre, nagyon sok olyan parcella, ahol több száz hektárosak a földdarabok, nagyon szép nagy. Egykori állami gazdaság. Úgy van, most... egykori állami gazdaság, ma ugye privatizált ZRT-ként működnek, tehát ez a bizonyos 2001-es menetben privatizált társaság. Na most egy-két adatot, ha megengedi, mondanék ebből, mert tanulságos. Hát erre vagyunk kíváncsiak. Tanulságos. Egy földrészletnek az átlag mérete, ha most a árverezésre bocsátott összes földet megnézzük, 35,6 hektár. Tehát nem 3 hektár, meg ilyen 10 hektár alatti kis területek, az átlag 35 hektár. A legkisebb árverésre bocsátott föld, hogy lássuk, hogy mettől meddig terjed, 3 hektár, a legnagyobb viszont 158 hektár. A kikiáltási ár, mert ez a következő kérdés, hogy kik férhetnek hozzá ehhez a földhöz? Ki tudja, ki tud egyáltalán, ki van abban a helyzetben, hát hogy licitálni tudjon? Kérdés. Hát hiszen azt mondja, hogy a fiatalok meg a kis közepes családi gazdaságokat akarja ezzel erősíteni. Kérem szépen, az átlagos kikiáltási ár, egy blokk átlagos kikiáltási ára 73,1 millió forint. A legkisebb, ez egy kis darab föld, 3 hektár, 6 millió forint. A legnagyobb, meg fognak lepődni, 310 millió forint egyetlen földrészletnek a kikiáltási ára. Ez azt jelenti, hogy ehhez csak a legerősebb tőkeérdekeltségek férnek hozzá, vagy olyan tőkeérdekeltségek tagjai, azok rokonai vagy alkalmazottai, akik mögött ott áll ez a tőkeérdekeltség. Hát, mert hogy csak magánszemélyek vehetik meg a földet. Csak magánszemélyek vehetik meg, természetesen, de ezt nem is így fogják ezt megoldani, hanem úgy,
hogy adott esetben egy cég részvényesei, tulajdonosai földművesként, amit mond a rendelet is, magánemberként 300 hektárjával meg tudják szerezni. A kikiáltási ár egy ilyen blokknál átlagosan 73 millió forint, ezt másképp nem tudja, csak a saját cége által megfinanszírozva. És utána hát itt vagy a csavar. Pedig a kedvezményes állami hitelkonstrukció által, nem? Hiszen az ilyet is fognak biztosítani. Igen, azzal a családok, a kisebb gazdaságok nem élhetnek? De élhet vele bárki, csak a helyzet az, hogy önrészt, ha nem a jelenlegi bérlő használja, 20%-ot kell, a vételár, vagy a kikiáltási ár 20%-át kell, hogy a végleges ár, a liciten elért árnak a 20%-át saját erőként kell hozzátenni. Most gondolj el, hogy van ez a 310 millió forintos kikiáltási áru földrészlet, ami már egy tisztességes, szép nagy darab föld. Ehhez a földhöz, hogy egyáltalán hitelt tudjon igénybe venni az a család, neki 62 millió forintot kellene saját erőt hozzátenni. Kérem, a családok ma nincsenek, akik mezőgazdaságból élnek abban a helyzetben, hogy még hitellel is azt a 60 millió forintot oda tudják tenni. Ki számít egyébként egyáltalán földművesnek? Ugye benne kell lenni egy jegyzékben. Így van, egy 102 ezer nevet tartalmazó lista állt össze, és hát a földművesség az maga érdekes. Mert hogy úgy tűnik, hogy átírják a magyar nyelvet is, és hát olyan fogalmakat használ, amiket mi másra szoktunk korábban használni. Először is muszáj ezt megjegyezni, hogy a földműves az nem csak magyar ember lehet. A földforgalmi törvény szerint, amire hivatkozik is, a belföldi természetes személy egyszer, ez az egyik kritérium, vagy tagállami állampolgár. Ugye ez 560 millió embert jelent, potenciális földműves Magyarországon. Na de helyben kell élni, az már kevés tagállami állampolgár. Szakirányú képzettség kell, azt mondja, de a szakirányú képzettséget egy aranykalászos gazdatanfolyammal teljesíteni lehet, ez a másik kritérium. Ez néhány hét alatt megszerezhető ilyen szépen. 240 ezer forint az ára, azt is megmondom. Tehát így kerülnek aztán a földműves listára, olyan emberek, akiknek soha semmi közük nem volt a mezőgazdasághoz. Én most oda megyek, aki földön még gyakorlatilag nem jártam, két hét alatt megkapom a papírt? Nagyjából igen, 240 ezer forint az ára, tehát hogyha ezt kifizeti, ön aranykalászos gazda lesz. Így lett aranykalászos gazda Mészáros Lőrinc, ahogy ezt ugye elmondta például a Fazekas Sándor egy nyilatkozatában, mikor megkérdezték tőle, hogy hát a felcsúti polgármester, gázszerelő, építési vállalkozó, ő földműves? És erre Fazekas Sándor azt mondta, hogy igen, mert szerepel a 102-es listán. Jól lehet, és hát az alapfoglalkozás és minden semmi sem stimmel egyébként, a mezőgazdaság semmi köze nem volt korábban. Most már persze van. Most már van, és megszerezheti azt a földet saját jogon, földművesként, amit kinézett. Sőt, ugye ahogy mondom, ez úgy fog történni valószínűleg, hogy egy család több tagja is földműves státuszt fog se szerezni, és ez a család, vagy érdekeltség, így is mondhatom, tagjai egyenként földművesként saját jogon 300-300 hektárokat megszereznek, majd utána, és itt van a csavar, másik csavar a dologban, a földforgalmi törvény alapján, hogyha a saját cégének adja bérbe valaki a saját földjét. Tehát mondjuk Mészáros Lőrinc a saját cégének bérbe adja a saját most megszerzett 300 hektárját. Akkor be se kell jelentenie. Nem kell hozzá semmiféle hozzájárulása, semmiféle hivatalnak. Nyilván sem tartják ezt, és ez a föld ez nem számít be az 1200 hektáros birtok maximumba, ami fölött nem adnak támogatást. El fognak tűnni a nagy birtokok. Tehát papíron fognak eltűnnek a nagy birtokok. Tehát bérbe adhatja a saját cégének. Na most a másik lehetőség itt a nagyobb cégekkel kapcsolatban, ők használják főleg ezeket a földeket, amit most árverésre bocsátottak, az az, hogyha talán így mondom, nem a mi kutyán kőke az illető cég, és hát itt példát mondtunk erre, hogy úgy tűnik, hogy ez a három gazdaság például nem a mi kutyán, most már nem a mi kutyán kőkéhez tartozik. Abban az esetben valószínűleg annak a részvényesei nem fogják tudni így megvásárolni, hanem kívülről jöttek, megvásárolják ezt a földet, és az új tulajdonos alóluk, és az új tulajdonos
majd elkezdi vitatni a földbérleti szerződést. Na most jelenleg, ha minden igaz, akkor a polgári jog alapján ezek a korábbi szerződések, ugye 2001-es 50 éves kedvezményes bérbeadásról van szó, ezek erősebbek, mint egy bármilyen mostani eladási szerződés, tehát 2051-ig nem vitathatnák ezeket a bérleti szerződéseket. Egy ponton lehet vitatni, és erre valószínűleg lehetőséget is fognak teremteni, vagy a törvényt úgy módosítják, hogy ez vitatható legyen. Volt már erre példa. Írni a polgári törvénykönyvet. Abszolút. Hát ugye a miniszterelnök úr volt szíves egy ilyen beszélgetésben, egy rádióinterjút hallottam, mert mazohista vagyok, meghallgattam, és arról értekezett, hogy kérem szépen, Nyugat-Európában egy kérdésen elvitatkozgatnak hónapokig, évekig, mi ha kell, két hét alatt törvényt módosítunk, és ez nekünk versenyelőnyt jelent. Szó szerint így hangzott el. Tehát semmiféle garancia arra vonatkozóan nincs, hogy például itt 20 éves elidegenítési tilalom van ebben a rendeletben, mert azt kérem, egy kormányhatározat azt, hogy egyik kormány ülésen hozták, a következőn meg lehet változtatni, és teljesen másképp alakul a dolog. Hát igen, mert hogy ez a vita, ez ott szokott zajlani leginkább, hogy ön is, meg az ellenzék prominens agrár szakpolitikusai is azt szokták mondani, hogy ami itt történik, az földrablás, és a klientúra fogja megkapni a nemzeti vagyont, elkótyavetyélik, kiárusítják, odadobják. Mire azt szokta mondani Bitay államtitkár Lázár János és a kormány, hogy de hiszen elidegenítési tilalom, visszavásárlási jog, piaci ár fölötti értékesítés, nyilvános licit, birtokkorlátok, és valóban rengeteg szabály van, amire most rá lehet mutatni, amelyek elvileg a laikus számára meggyőzően azt hivatottak bebiztosítani, hogy ez ne történhessen meg, amitől önök félnek. Birtokkorlát, mindjárt kezdjük itt a végén ezzel. Miután nincs összeszámítási kötelezettség a földforgalmi törvényben, hogy említettem, egy érdekeltség vagy egy család egyes tagjai 300 hektárjával megszerezhetik ezeket a földeket, és semmiféle felső korlátja nincs az összeszámított a családhoz tartozó birtok méretének. Tehát akár több tízezer hektáros birtokok kialakulhatnak. Tehát miközben papíron eltűnnek a nagy birtokok, az életben, gyakorlatban majd hogy nem ültetvények fognak létrejönni latin-amerikai mintára? Abszolút, ez egy ilyen latin-amerikalizálódási folyamatot indíthat el. Néhány száz érdekeltség kezébe kerülhet, akár így 300 hektárjával az egész ország is. Ennek a jeleit egyébként máshol is lehet látni, de a 20 évvel idegenítési tilalomról, amit mondtam az előbb, az abszolút érvényes, ez csak nem is törvény, ami erről rendelkezik, mert hogyha mondjuk lenne ez egy kétharmados törvényben, vagy az alaptörvény rögzíteni azt, hogy nem lehet eladni, az egy más kategória lenne, de itt ez egy kormányhatározat. Semmi garancia arra, hogy ez így is marad, amiket a kormányhatározatba beírtak, oda pár sorba leírták, és azt, aki hirdette a kormány, nem hozta a parlament elé ezt a problémát. Ugye itt tulajdonképpen alkotmányos aggályok is fölmerülnek ezzel az egész üggyel, mert nagyon pontosan meg kéne fogalmazzuk, hogy ez nem ez a földvagyon, ez állami tulajdon, de ez nemzeti vagyon. Ez a mi közös vagyonunk. Tehát a hozzájárulásunk nélkül bizony aggályos ezt a közjó szempontjából felhasználandó, vagy közös vagyonunkat, mert azért adtuk az államnak, hogy a közjót szolgálja vele, demográfiai földprogramot hirdessen, szociális szövetkezetek számára földalapot biztosítson, vagy hogy a birtokrendezést segítse a szétszórt parcellákat, csereföld biztosítása, vagy a vásárhelyi tervhez a Tisza völgyben, ahol tározókat akarunk építeni, csereföld biztosítása. Hogy fog ez megtörténni, hogyha Dobra veri a közös vagyonunkat, nem lesz földalap ahhoz, hogy érvényesítsük ezeket a közjó szempontjából fontos dolgokat. Pedig ez a kezdeményezés, ez nem is a kormányból jött legalábbis hivatalosan, hanem épp a gazdatársadalomból, a Magoszon keresztül, és az kiderült az elmúlt időszakban, hogy amikor próbáltak tömegesnek szánt demonstrációkat szervezni, akkor nagyon kevesen mentek el. Mint hogyha ezt a vidéki Magyarországon élők sem tartanák egy elég komoly problémának. Nem hiszem, hogy ez így van. Én elég sokat járok helyi közösségekbe, tartom ezekkel az emberekkel kapcsolatot. Másképp látják, más oka van annak, és majd ha megengedi, erre is reagálnék, hogy miért nem mozdul ez a nép a gazdatársadalom. De először, ha már említette Jakab Istvánt, aki fölállt a parlamentben a tavaszi ülésszak vége előtt egy nappal, egy napirend előtti felszólásban, és elkezdte követelni,
hogy a kormány értékesítse a kezében lévő állami földeket. Én arra gyanakszom egyébként, hogy Jakab Istvánnak ez egyfajta pártfeladat volt, tehát egy szövetségesi feladatként neki kellett fölvetnie, ez egy kommunikációs előkészítés volt szintén, mert hogy Jakab István egész mást mondott, ha megengedi, felolvasnék valamit, a Polgár Infóban 2007-ben. Ugye ő a Magyar Gazdakörök, Magyar Országos Gazdakörök, Szövetség, a Magosznak az elnöke és fideszes képviselő, parlament alelnök. 2007. júliusában, tehát 8 évvel ezelőtt, a következőt mondta Jakab István, szó szerint szeretném idézni, mert tanulságos. A vidéken élők számára visszafordíthatatlan, végzetes következményekkel járna, ha az állami földeket eladná a kormány. Nem tudom, miért nem ezt ismételte meg most Jakab István. Tényleg nem tudja? Hát ez egy ilyen... Tudom én, csak nem akarok én erre különösképpen beszélni, mert emberileg nehéz elviselni azt, hogy hogy változtak meg a viszonyok és az emberek, miközben jó néhányan én magam is ugyanazt tartom, mint annak idején, amikor a gazdademonstráción együtt voltunk, és ezt nehéz bizony elviselni. De ha megengedi, ahhoz is arra is reagálnék valamit, hogy vajon miért is nem mozdul ez a nép, és a vidék népe miért nem mozdul különösen. Szomorú dologra utal ez, mert hogy én azt érzem, hogy egyfajta fortélyos félelem uralkodik megint, kezd el uralkodni ebben a társadalomban, vidéken különösen. A kiszolgáltatottság érzése. Van valami kicsi, ami még az övé, és azt is félti, nehogy azt elveszítse, hogy kapjon egy darab kis földet, hogy kapjon támogatást. Mert ha nem kapja meg, tönkre megy. Vagy a gyerekeivel mi lesz? Azt a kicsit félti, és ezt hívták valamikor annak idején, talán az 50-es évek legelején fortélyos félelemnek. Tehát félnek az emberek a Fidesztől? Félnek az emberek attól, hogy bosszút állnak, ha ők bármiben megmernek nyilvánulni. És bosszút állnak? És bosszút állnak. És példát statuálnak. Itt vagyok én is, de mások is, akiken keresztül be lehet mutatni, hogy ez történik. Tulajdonképpen. Ön is kiszolgáltatott volt. Kérem, a miniszterelnök úr volt szíves elmondani a gyulai kihelyzetülésen, és ez nem nekem szólt, hanem a többi képviselőnek szólt a frakcióülésen, hogy aki tisztességesen viselkedik, és megsebesül a csatatéren, azt kihozzuk. De aki nem, arra mi is lőni fogunk. Ma itt fagyott meg a levegő a frakcióban. Erre gondolok én. Tehát egy olyan fajta félelem, ami nem biztos, hogy bekövetkező dolgokból fakad, de attól tart, hogy mégis bekövetkezhet ez a történet. Van persze egyfajta hitvesztés, letargia, úgyse tudunk változtatni a dolgokon, egy ilyen hangulatot is erősen érzek, és valamit hozzáteszek, amit ügyesen csinálnak, és ettől van az, hogy még kevésbé mozdul a nép. Úgy mondhatnám, hogy löknek nekik valamit, elég csúnyán hangzik ez a történet. A hogy kap 3 hektárt, gondol? Hogy 3 hektár földet, és befogja a száját. És persze ez az erkölcsi állapotainkra is egyfajta hát jelzésként fogható föl, hogyha kap valamit, akkor már nem annyira izgatja, hogy a többiekkel mi történik. De ki kap? Hát mindenki nem kaphat. Mindenki nem kap. A hangadók. Régen is ezt csinálták. Tehát azokat, akiknek a véleményére adnak, ha azokat sikerül valamilyen módon bevonni ebbe a történetbe, kapnak valamit, akkor ők a továbbiakban elhallgatnak. És ez elég ahhoz, hogy a többiek sem mozduljanak, nem merjenek mozdulni. És mi van a frakció társaival? Az előbb beszélt a fortélyos félelemről. Ők is félnek? Hát volt egykori egy frakció társaival. Nem mondom a nevet, csak jellemzésképpen mondom el, hogy a mellékhelyiségben mert oda jönni hozzám. Az egyik frakciótársam annak idején, hát én abban reménykedtem, hogy néhány ember normálisan kezd el majd gondolkodni, és ezeket a problémákat látva azt mondja, hogy na ezt mégsem. Odaállt mellém, és azt mondta nekem, professzor úr, úgy irigyellek, te vagy az egyetlen szabad ember a frakcióban. És én ezt megértem, hogy miről szól ez a történet. Kérem, ma úgy működik a parlament ebben a pártokráciában, hogy a képviselő az nem a választóinak felel, hanem a pártközpontjának, vagy adott esetben a kedves vezetőnek, talán így mondhatom. Attól függ az ő karrierje, hogy ez a kedves vezető használhatónak tartja őt, vagy sem. Nincsen függetlenség. Biorobotok ülnek ma a parlamentben. Akinek többsége van, az úgy éri el, úgy érvényesíti ezt a többséget, hogy kötelező szavazást rendel el a frakciójában. Én, amikor a lelkiismeretem okán és szakmai meggyőződésem alapján nem voltam hajlandó megszavazni például az alaptörvény földügyi módosító csomagját,
kérem szépen, kötelező szavazás volt, és miután én nem szavaztam meg, ebben megbüntettek ezért. 250 ezer forint büntetést szabtak ki rám, és hiába kérdeztem azt, hogy kérem, hát az alaptörvényünk azt mondja, és ezt ez a társaság hozta már létre, Szájer Józsinak miért nem mondták meg, hogy ne írjon ilyeneket bele az alaptörvénybe annak idején. Az szerepel az alaptörvényben ugyanis, hogy a képviselő a tekintetben nem utasítható, hogy hogyan szavaz. Nem, hogy utasítanak, hanem megbüntetnek, ha nem úgy szavazol. De most ebben a légkörben én pontosan értem ezt a fajta félelmet, aki meg akar maradni ezen a terepen, annak igazodnia kell. És ott nincs kiszavazás, ott nyomni kell azt a gombot, és addig marad a parlamentben, amíg fölismeri a saját kiabálóját, aki megmondja, hogy igen, nem, vagy tartózkodó gombot kell nyomni. Ez a bizonyos demokrácia, ez a végét járja. Ezt nem nevezhetjük annak. Ilyen törvényhozási keretek között, ha a törvényhozók maguk így tartanak a helyzettől, mi várható el az egyszerű emberektől vajon? Hogyan reagálhatnak erre a helyzetre? És mi történt önnel, miután, ahogy az előbb idézte Orbán Viktor, nem viselkedett az ő szempontjukból tisztességesen, sőt a frakcióból, a pártból is kilépett? Hát én próbáltam először belül. Ugye, amikor a kormányból kiléptem, 2012 volt, és próbáltam a frakcióban, ez reménytelen volt. 2013-ban kiléptem a frakcióba, 2014-ben a parlamentből is kijöttem. Látva ezt a fajta működésmódot, az embernek egy élete van, azt kár erre fecsérelni. Itt valami mást kell kitaláljunk, valami közvetlen képviseletet kell biztosítani, egy egész más államműködési rendet kéne kialakítani. De ezek szerint mégsem volt olyan ebben az egy életében, amit féltett, hiszen az előbb mondta el, hogy mennyire sokakat ez a félelem mozgat. Önt miért nem ez mozgatta? Mert hogy a belső hangot nem lehet legyűrni. Én így születtem. És egyébként a családommal megbeszéltem, gyerekeim, 5 gyerekünk van nekünk is, tehát és hát sok mindent elveszítettem, mert ez is része volt annak az akciónak, ami ellenem indult, az intézetemet, amit együtt alapítottam a kollégáimmal, 10 tanszékkel, azt ledózerolták egy hónap alatt. Kishantos megszűnt a mintagazdaság, és a szakot is kihúzták most a felsőoktatási törvény módosítása kapcsán, amit mi alapítottunk, környezetgazdálkodási agrármérnök szak, ami egyébként a világon, hát a élvonalba tartozó ismereteket oktatta. De azt mondja, hogy totális bosszút álltak önön? Hát ez a példastatuálás, amit mondtam. Tehát ha az ángyánnal meg lehetett ezt tenni, akit úgy tartottak, hogy a miniszterelnök hozott oda, ha vele meg lehetett ezt tenni, hát akkor mire számíthat más? Ez a feltétlen lojalitásnak egyfajta tudatos kikényszerítése minden körben. Ez így működik sajnos. Na most én azt gondolom tehát, hogy ebben a helyzetben nagyon sokat nem lehet tenni. Nyugdíjba mentem az egyetemről is, bár 7 évig még maradhattam volna. Ott is ugyanez zajlik egyébként, tartótisztje van a rektornak, hogyha szabad ezt így mondanom, és rendszeresen beszámoltatja, aki egyébként nincs státusban az egyetemen, jelzem. Ahogy Fazekas miniszternek is volt egy tartótisztje, aki szintén nem volt a minisztériumban státuszban, de hozta az utasításokat és a rendeleteket. Tehát én elmentem nyugdíjba, ha a kérdésére akarok válaszolni. Azt hiszem, hogy egy dolgunk lehet Nagy László után talán szabadon, az értékeinket kéne valahogy a fogunk közt átmenteni a túlsó partra, bár nagyon nagy a sodrás. És ezen kívül én azt szeretném még, hogyha dokumentálni tudnám, ahogy a földbérleteknél dokumentáltam, ugyanígy az eladásoknál is, dokumentálni tudnám a történéseket. Hogy amikor majd el kell számolni ezzel, hogy mi is történt, tények legyenek a kezünkben, mert tények alapján lehet csak vitatkozni. Most már csak utólag lehet majd ezt valamikor egyszer visszafejteni, vagy lát még arra esélyt, hogy valamilyen módon meg is lehet akadályozni, hogy ezek az állami földek most bizonyos magánkezekbe kerüljenek? Kezdeményezések vannak, és én ezt teljes szívvel támogatom, ezeket a kezdeményezéseket. Lesz egy parlamenti vitanap, ahol talán valamennyit lehet erről nyilvánosságra hozni, talán hétfőn lesz éppen. Egy törvénymódosítás ott fekszik a ház asztalán, ami a nemzeti vagyonról szóló törvényt úgy módosítaná, hogy ne lehessen elidegeníteni. Nyilván ezt lesöprik. Alkotmánybírósági 2 beadvány van, ami alkotmányosan vitatja részben magát a törvényt, ami alapján ezt csinálják, illetve a kormányhatározatot vitatja. És ha jól tudom, talán elindulhat egy aláírásgyűjtés is, hogy népszavazás lehessen erről a kérdésről, hogy vajon a nemzeti stratégiai vagyonunkat kiárusíthatja a kormány. Ön ezek közül miben bízik igazán? Hát ezek így sorban jönnek. Tehát a népszavazási kezdeményezésig nem jutott el még ez a történet. Abban bízhat az ember talán, hogy sikerül a szemeket nyitogatni. És ehhez szeretnék én tulajdonképpen hozzájárulni, és persze bízom abban, hogy miután
egyfajta hipnózisban látszik ez a nép ma, ahogy ezt Thomas Mann leírta a Mária és a varázslóban. Abban bízik azért az ember, hogy talán nem az a végkifejlet lesz, mint ott, ahol Cipolla miután megalázta Máriót. Amikor Mário rájött, hogy mi történt vele, lelőtte a varázslót, aki őt hipnotizálta. Én nagyon bízom abban, hogy ideig nem jut el a helyzet, tehát azért szeretném... Azért ez elég durva, amit most ezzel mond. Szeretném remélni, hogy a hipnózisból más módon sikerül kijönni ennek a népnek. És én ehhez szeretnék segíteni, hogy más megoldása legyen ennek a történetnek. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Én is köszönöm a lehetőséget.